Áldást, békességet kívánok minden kedves televízió nézőnek. Ma a Lukács evangéliuma első részének 13. verséből szól hozzánk Isten igéje, de az angyal így szólt hozzá: ne félj, Zakariás, Isten meghallgatta könyörgésedet, feleséged Erzsébet fiút szül neked, és Jánosnak fogod őt nevezni. A következő jellemvonása az idős házaspárnak, Zakariásnak és Erzsébetnek, hogy imádkozó emberek voltak. Nem mondták azt, hogy hiába imádkozni. Az angyal azt mondja Zakariásnak: Isten meghallgatta a te könyörgésedet. Zakariás és Erzsébet imádsága sokáig meghallgatás nélkül maradtak. Hosszú-hosszú éveken keresztül. Talán már le is mondtak róla, de kitűnt, hogy Isten mégis meghallgatta imádságukat. Mégsem volt hiába imádkozni, mert Istennél mindannyiunk imádsága számon van tartva, és ő a maga idejében, a maga módján akar rá válaszolni. Amikor hozzá imádkozunk, akkor nem mindig teljesíti kérésünket, vagy nem mindig azonnal teljesíti, vagy nem mindig úgy teljesíti, de hihetjük, ha szeretjük Istent, akkor javunkra válik minden, ha az ő kezéből fogadjuk le eseményeinket. Kedves testvéreim, szabad nekünk is a próbák idején, a terhek hordozása közben Istenhez kiáltani, imádkozni hozzá, szabad gyermeki alázattal elévinni a kéréseinket, bizalommal, alázattal, de hozzátéve mindig, hogy legyen meg a te akaratod. Sajnos sokszor a keresztények között is elterjed a panaszkodás, a kérdés, hogy miért engedi Isten, hogy nézheti, ez az ő terő, hogy illik bele, olyan jó lenne, ha meggyőző hitvallásként mondhatnánk az énekíró vallomását: mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja. Ő élvélem is úgy tégyen, mint kedve néki tartja. Ő az Isten, ki inségben az övéit megtartja, hát légyen, mint akarja. Ezt lehet és ezt kell hirdetnünk szavakkal és szavak nélkül, ott, ahol élünk, mert életünk prédikál. Az emberek meghallhatják tőlünk az örömhírt, Isten velünk van, hozzá imádkozhatunk, az a küldetésünk, hogy elmondjuk minden embernek, Isten szereti és az imádság nem hiába. Itt a példa Zakariás és Erzsébet életében, nincs elrejtve egy imádság sem Isten elől. Lehet bizodalmunk, Isten meghallgatja a kérésünket, mert Istennél semmi sem lehetetlen. Amen.